Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Következő műsorunk vendége egy olyan orvos, aki amellett, hogy betegeket gyógyít, kutatóként is dolgozik, és amiért most nagyon figyeltünk rá, és végre felfigyeltünk rá, az az a vállalkozás, hogy egy naplóban mutatta meg saját vakcina, azaz oltása történetét, ugye a koronavírus elleni oltásra gondolunk. A stúdióban szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm dr. Lőrinc M. Ákost. Köszönöm. Kezdhetném azzal, amivel egy portrébeszélgetést kezdeni szoktunk, hogy hol nőtt fel, de vissza fogunk térni ide, hiszen befolyásolhatja az ön életét a pályáján, de előtte segítsen nekem a bemutatásban, hiszen, mint említettem, kutatóorvosként is dolgozik, és a kutató terület, hát most szívesen megmutatnám a nézőknek, én elolvasni sem nagyon tudnám, mert hogy annyira szakmai, tehát mi az, amit kutat? Én a neutrofil granulocitáknak a funkcióit vizsgálom. A neutrofil granulocita, röviden csak neutrofil, az a fehérvérsejtünk, tehát immunsejtünk, amely a legnagyobb számban fordul elő a vérünkben. Ő az immunrendszer közkatonája, tehát az ő dolga az, hogy mind egyszerű gyalogos menni kell és pusztítani. Amit neki megmutatnak, azt ő igen nagy hatékonysággal elintézi. És hát én azt vizsgálom, hogy milyen fegyvertára van a neutrofilnek, milyen módon igyekszik a baktériumokat, gombákat elpusztítani. És hát a kutatócsoportunk leírta egy új jelenséget, ami addig nem volt ismert, hogy képes ilyen gránátokat rádobni a baktériumokra. És hát ez a fő kutatási területem jelenleg, hogy azt vizsgáljuk, hogy esetleg valamilyen módon ezekből a gránátokból aztán egyszer majd lehet-e valamilyen orvosilag is használható készítményt készíteni vagy gyártani. Ez nyilván laboratóriumi munkát jelent elsősorban. Igen, igen. Ez elméleti immunológia. A Semmelweis Egyetem Élettan Intézetének az egyik laborjában dolgozom. Emellett a Fehér megyei Szent György Egyetemi és Oktatókórház 2. belgyógyászatának szakorvosa. Melyek azok a területek, amelyek a legjobban érdeklik a munkán belül? Ez az osztály kardiológia profilú osztály, tehát mint olyan az egész kardiológia valamennyire a területünkbe tartozik. Az én személyes kis játszóterem az az elektrofiziológia, a pacemaker terápia azon belül, úgyhogy hogyha jól haladok, akkor remélhetőleg ebbe a területbe tudom jól beleásni magamat, hát ennek még az elején vagyok. Nagyon komoly terület, már minden orvosi munka nagyon komoly munka, de ideig el kellett jutni, és akkor azt hiszem itt az ideje, hogy beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen nem a magyar határokon belül született. Igen, én Székelyudvarhelyen születtem Erdélyben, és hát némi kalandárán, de végül is aztán a 90-es években, amikor megnyíltak a határok, akkor a családom az áttelepedett Magyarországra, és akkor azon belül is Pápán nőttem föl, ami egy... Mit értett a kalandon? Hát a kalandon szerintem akkor a 80-as évek Erdélye az önmagában egy kaland. Mindig szoktam beszélgetni barátok, hogy ki mire emlékszik, hány éves korára emlékszik, és hát nekem azért élénk emlékképeim vannak arról, hogy sétálok haza 4 évesen az óvodából, és ott mellettem a rendőrség diszkréten ég nagy lángok mellett, úgyhogy szóval az ember ilyenkor egy picit gyorsabban eszméletére ébred. Szóval sok olyan része van, ami az ember aztán próbál elfelejteni, meg jól megjegyezni, hogy a világ ilyen is tud lenni, meg hát a világ aztán ilyen is tud lenni, amit most látunk. Iskoláit már Pápán kezdte, ezek szerint. De emlékszik-e arra, hogy először mikor fordult meg a fejében, hogy orvos lesz? Ó, hát mindkét szülőm, és igazából a családban majdnem mindenki orvos, úgyhogy nem volt olyan könnyű elkerülni ezt a gondolatot, hogy esetleg én is erre a pályára menjek. De szüleim meglehetősen megengedően kezelték ezt a dolgot, tehát ők sosem
mondták, hogy jó, a fiam mennyire orvosnak, mert az jó lesz, hanem hagyták, hogy kibontakozzak. És egészen a jelentkezési lap beadásáig még lamentáltam, hogy esetleg valami közgazdasági terület irányába mozduljak el, vagy az orvosi egyetem irányába. Aztán végül is a biológia tanárom hát meggyőzött, hogy jó lenne ezzel a területtel foglalkozni. Szerettem a biológiát, és szerintem ez fontos, és ő pedig egy nagyon jó tanára volt. Biológia a kutatáshoz vezet tényleg, de magával a beteggel való találkozáshoz egy teljesen másik műfaj. Felkészült lelkileg ebben, hogy beteg emberekkel kell majd kommunikálni, őket gyógyítani? Nagyon érdekes élmény volt, hogy az egyetem elvégzése utáni 6 évet csak kutatással és oktatással foglalkoztam. Oktatni sem könnyű. Pontosabban oktatni az még csak hagyján, azt kifejezetten szeretek, vizsgáztatni azt kifejezetten nem szeretek. Tehát az egy szörnyű dolog, amikor az ember leül valakivel szembe, és látom, hogy rosszul aludt, izgul, tanult, persze, hogy tanult, hát kijön el úgy vizsgázni, hogy nem tanult, és próbálja elmondani azt, amit kérdezek, de annyira izgul, hogy nem tud koncentrálni, nem tudja összeszedni a gondolatait, nem tudja nekem egyben elmondani, és akkor ilyenkor ez egy nehéz helyzet, hogy megpróbáljam feloldani az ő izgulását, hogy kijöjjön belőle az a tudás, amit jó ő tud. Jó tanár lehet. Azt nem tudom, mennyire vagyok jó tanár, de azt fontosnak tartom, hogy ne azért ne sikerüljön valakinek például a vizsgája, mert elizgulta, hanem derüljön ki egy vizsgán az, hogy mi az, amit tud, és mi az, amit nem tud a hallgató, és hogyha nem tudja, akkor persze, akkor nincs bocsánat. Tehát, hogy tananyagot meg kell tanulni, itt az orvosi egyetemen a dolog az nem babra megy, érteni és tudni is kell a dolgokat, de ha valaki tudja, becsülettel tanult, és használni is tudja, és gondolkodni is tud a megszerzett információkkal, akkor ő menjen, és tanuljon tovább, mert ő akkor jól csinálja. Ez mindenképpen emberségről árulkodik, akkor gondolom ugyanez az emberség jelenik meg akkor, amikor a betegekkel találkozik. Igen, szóval a betegek nehéz helyzetben vannak, tehát ők nem véletlenül kerülnek kórházba, nem véletlenül érkeznek egy szakrendelésre, ők segítséget várnak tőlünk, és először is mindennél fontosabb, hogy megértsük azt, hogy ők segítséget várnak, és talán mi vagyunk azok, akik tudunk segíteni, és ez a helyzet, ez kellő alázattal kell állni, meg kell érteni azt, hogy a beteg nem hibás azért, hogy ő ebben a helyzetben van. Én pedig nem vagyok semmi olyannak a tudója, ami egy másik helyzetben, amikor bemegyek a bankba, akkor ne egy fordított helyzet alakulna ki, vagy akár a közértben. Szóval nekem az a dolgom, hogy segítsem a szervezetet a gyógyulásban, megértően és segítően álljak a beteg problémájához, és hogyha ez megvan, akkor szerintem megvannak azok a keretek, amiben a gyógyítás folyhat. Az összes többi az meg hát részint tudomány, részint szerencse kérdése. Visszatérünk majd a jelenlegi munkájához, de talán a kezemben látható papírokból kiderül, hogy mi minden mással is foglalkozott és foglalkozik jelenleg. Amint teljesen meglepődtem már az, hogy egy orvos kutat, illetve orvosol, az egy természetes dolog, de a karrierközpont, ez egy meglepő kitérő. Mi is ez valójában, és hogy jött az életébe? Igen, hát a sok kalandos dolog között az egyik legkalandosabb része az életemnek az maga az orvosi egyetem volt. Hát én nagyon jól éreztem magamat a szemelvesz egyetemen. Vastagon benne voltam a hallgató életben is. Hát az ember ilyenkor sok soft skill, ez nem az én szavam, de szóval sok olyan képesség birtokába kerül, amelyek nem biztos, hogy a gyógyításhoz tartoznak, de az életben való boldoguláshoz feltétlenül szükségesek. És ahogy egyes területekben egy picit jobban belástam magamat, akkor olyan emberekkel találkoztam, akik számítottak a segítségemre, és akkor megkértek arra, hogy az egyetemen újonnan induló karrierközpontot az útját egy picit egyengesen vezessem, és hát nyilván az ember akkor tud hitelesen egy ilyen munkát végezni, hogyha a szakmai oldallal is tisztában van, úgyhogy akkor elmentem egy karriertanácsadó képzésre, és mai napig a rezidens képzésben hát karrierfejlesztésről,
pályamodellekről tartok előadást. Ez egy olyan terület, ami szerintem nem kellően reprezentált az oktatásunkban. Tehát fontos lenne, hogy ne csak a lexikális dolgokat adjuk át, hanem azt is megmutassuk, vagy legalább felkeltsük az érdeklődést az irányába, hogy milyen módon tud boldogulni az adott egyén a megszerzett tudással, a megszerzett végzettséggel. Mi kell ahhoz, hogy egy orvos karriert építhessen, vagy felépítse a karrierjét? Mindenkinek lesz karrierje. Én úgy tenném fel a kérdést, vagy úgy fogalmaznám meg, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki egy jó és sikeres karriert pályautat tudjon építeni. Én azt gondolom, hogy mindenek előtt őszinteség saját magunkkal szembe. Tehát be kell tudnunk látni, amikor valami nem megy. Tehát ez nem szégyen, hogyha az ember egy olyan helyzetben navigálja magát, ahol nem érzi jól magát, ahol úgy érzi, hogy nincsenek szakmai sikerei. Ezt a helyzetet fel kell ismerni, és hogyha az ember ezt fölismerte, akkor már csak egy lépésre vagyunk attól, hogy keresünk megoldást erre a problémára, váltsunk, és aztán a váltott helyzetben újra értékeljük az állapotunkat, és megnézzük, hogy na, most már jó helyen vagyok, most már ott vagyok, ahol én a képességeim ki tudom bontani, ahol a tudásomnak és az elvárásaimnak megfelelően tudok dolgozni, és hogyha igen, akkor ez nagyszerű. Ha nem, akkor pedig menni kell tovább. Igen, az ember azt gondolná, hogy a legfontosabb a betegek gyógyítása, és hogy az eredmény akkor van, hogyha a beteg gyógyultan hagyja el az épületet, és minél több beteg hagyja el gyógyultan, de ma már elvárás az orvosok felé a kutatás mellett publikáció és egyéb más feladat? Ahhoz, hogy tényleg jó legyen az a karrier a végén? Szerintem sokfajta karrier van, tehát hogyha ha valaki úgy képzeli el magát, hogy ő szeretne egy 300 fős előadóteremben angol nyelven előadást tartani a mondjuk a hemolitikus urémiás szindrómáról, és aztán egy nagy tapsot szeretne hallani, akkor oké, ez rendben van, ez egy teljesen valid pályamodell, akkor az egyetemen kell maradni, kutatni kell, és egy kis többletmunkát ebbe bele kell fektetni. De az is egy teljesen normális és valós karrier, hogy valaki elsősorban a gyógyítással szeretne foglalkozni, és minél több beteget szeretne a gyógyulásra segíteni, ő akkor menjen egy olyan kórházba, ahol elsősorban a betegellátása feladat. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy fontos a szakmai karrier, de ő egy családi karriert is szeretne befutni, az is teljesen rendben van. Sőt, de akkor gondolja végig, hogy valamelyik egyetem egyes számú sebészeti klinikáján valószínűleg erre nem lesz neki módja, akkor gondolkozzon el, hogy egy olyan munkahelyet kell találni, ami kellően támogató, és azt lehetővé teszi neki. Miért pont a kardiológiát és a belgyógyászatot választotta? Az alatt a 6 év alatt, amíg kutatással töltöttem, volt időm átgondolni, hogy merre szeretnék tovább menni. Azt mindig is tudtam, hogy valami klinikumban szeretnék foglalkozni. Kardiológiának számos olyan előnyös tulajdonsága van, ami más szakterületekhez képest előbbre jár. Ilyen például a szakmai irányelveknek a lefektetettsége. Tehát nálunk egy gyógyszert nem lehet úgy adni a betegnek egy problémára, hogy ne lenne legalább 10 irányelv, ami a gyógyszer mellett és helyenként a gyógyszer ellen szól. És ez nagyon megkönnyíti az ember dolgát, hiszen egy kisínezett utat kell végigjárni, és nekem csak arról kell döntenem, hogy mikor térek le az útról, mert a beteg egyéni tulajdonságai vagy helyzete megkövetelik tőlem azt, hogy eltérjek ettől az irányától. Az osztályvezetőnk mindig azt szokta mondani, hogy az irányelveket ismerni az a minimum elvárás, nem ettől lesz valaki jó orvos, hanem akkor, hogyha tudja, hogy mikor kell a beteg érdekében elengedni az irányelvet, és persze akkor is valami szakmai indok alapján, vagy szakmai érv alapján tovább menni, de tudni kell a beteg érdekében eltérni ettől. És azt gondolom, hogy ebben neki nagyon igaza van, hogy ez egy izgalmas terület, hogy van, és ez megkönnyíti az életünket, és néha el kell térnünk ettől, hogy tudjunk segíteni. Tehát a dolog izgalmas része vonzotta akkor ehhez a területhez? Az izgalmas és megnyugtató része is, hogy van mögöttem egy olyan tudásanyag, amire tudok támaszkodni, és amikor pedig azt érzem, hogy most ennél több kell,
akkor ezt el tudom engedni, és tovább tudok lépni. És ráadásul a kardiológia egy olyan orvosi terület, ahol egy picit lehet bütykölni, van egy kis manualitás az én esetemben, például a pacemaker behelyezés, az egy kis műtét. Izgalmas diagnosztikai dolgok vannak benne, például a szívultrahang, ami lassan nem lehet a kardiológiai vizsgálatot szívultrahang nélkül csinálni, de azért még a hagyományos dolgok, a kopogtatás, a hallgatás, a fonendoszkóp használat, ezek mind előkerülnek. Nem is beszélve a beteggel való beszélgetésre, hogy most pontosan hogy is történt ez az elesés. Tehát ezek mind egybe állnak össze a kardiológiában, és ez nagyon tetszett, hogy nem kell elköteleznem magamat mondjuk a röntgengép irányába, vagy a szövettani metszetek nézegetés irányába. Az is nagyon fontos, az is nagyon kell, csak hozzám kevésbé passzoló területek lettek volna. Az ön életében is változást hozott, mint az egészségügy teljességében a koronavírus megjelenése. Saját döntés volt, hogy az osztályát elhagyja, és a koronavírusos betegekkel foglalkozik, vagy ez ilyenkor törvényszerű, hogy ahova szólít a feladat? Szóval ez a koronavírus egy válsághelyzetet teremtett. Azt mi is tapasztaljuk, hogy ez egy szociális válsághelyzet, egy kulturális válsághelyzet, egy gazdasági válsághelyzet, de egyben egy közegészségügyi válsághelyzet is, és egy ilyen helyzetben, egy válsághelyzetben a meglévő erőforrásokat azt szerint kell átcsoportosítani, ahogy az ellátási igény ezt megköveteli. Szóval ebben a helyzetben azon csodálkozni, hogy az embert megkérik arra, hogy menjen át egy másik osztályra, egy másik területre dolgozni, szerintem nem szabad. Ezzel együtt, amikor én, tehát mielőtt átlettem helyezve, meglettem kérdezve, hogy van-e ezzel ellen kifogásom, és mondtam, hogy abszolút nincsen, legalább valami újat fogok tanulni, valamit fogok látni. Addig is dolgoztam már, addig is találkoztam már koronavírusos betegekkel, nyilván nem annyira súlyos betegekkel, mint az intenzív osztályon, de találkoztam, és szerettem volna látni, hogy az intenzív terápiával foglalkozó kollégák, akik viszont már az elmúlt egy évet végig dolgozták ebben vagy hát akkor fél évet, vagy három-négy évet végig dolgozták ebben az őrültek helyzetében, hogy ők mit csinálnak, és hogy lehet-e, mivel tudok én segíteni nekik. És hát nagyon remélem, hogy ebben az elmúlt két és fél hónapban volt olyan, amit hozzá tudtam tenni az ő munkájukhoz. Én biztos, hogy sokat tanultam, és nagyon sok jó emberi kapcsolatot tettem szert. Láttam sok szomorúságot is, szörnyűséget, láttam jó sok gyógyulást is szerencsére, úgyhogy ez egy tanulságos periódus volt. Mi volt a legnehezebb ebben a munkában? Nem tudok megnevezni olyan rendszer szintű dolgot, amit így ki tudnék emelni, hogy nehéz lett volna, mert nagyon sok segítséget kaptunk a kollégáktól, a koronavírus ellátó kollégáktól is, meg a nem koronavírus, tehát alapesetben nem koronavírus betegséget ellátó kollégáktól is, amikor segítségre volt szükségünk, akkor jöttek, megcsinálták a kért vizsgálatot, konziliumot adtak, tehát ez tényleg nagyon sok segítséget kaptunk, szenzációs nővérekkel, gyógytornászokkal, dietetikusokkal dolgoztunk együtt, ebben azt gondolom, nem tudok megnevezni olyan dolgot, ami nehéz. Ami nehéz, az az egy egyedi történet, amikor az ember nagyon szeretett volna segíteni, mindig nagyon szeretnénk segíteni, de valamikor minden erőfeszítés ellenére a dolog nem megy, és rossz véget ér a dolog, és most nem feltétlenül, persze, veszítettünk el betegeket. Igen, ez szörnyű dolog, és az ember ezt nem tudja fölfogni, hogy milyen lehet elveszíteni egy édesanyát, egy édesapát, egy testvér, de van, tehát sajnos ez a velejárója ennek a dolognak. Tudjuk, hogy a koronavírus erre képes, más betegség is képes, a koronavírus pedig hatványozottan. De amit én nagyon nehezen éltem meg, amikor fiatal betegek nagyon megszenvedték ezt a betegséget, és egyszerűen nem tudtunk, mai napig nem tudunk előbbre jutni, és egy... Szóval, hogy az ember életminősége igen jelentős mértékben romlik. Ismét az emberségéről adott tanúságot, hiszen mondhatta volna azt is, hogy az a rengeteg védőruha, ami rajtunk van munka közben, de ez eszébe sem jutott. Nem, szóval a védőruhát fel kell venni. Persze, fárasztó. Igen.
De a védőruhát fel kell venni, és a beteghez be kell menni. Szerintem ebben kérdés és vita nincs macerás, de nem ez a baj. A baj az, amikor látom, hogy mindaz, amit én tudok, amit hozzá tudok tenni, átolvasva az összes létező legújabb guideline-t, irányelvet, az nem elég arra, hogy érdemben tudjak segíteni, és ez egy rossz érzés. Aztán megjelent a vakcina, és 2021. január 1-én gyakorlatilag szinte az elsők között oltatta be magát. Könnyű volt meghozni ezt a döntést? Hogy kérem az oltást? Igen. Abszolút. Nyilván én igyekeztem nyomon követni az eseményeket, és hát be kell látnom, tévedtem, mert én nagyon bíztam benne, hogy már márciusban nagyon bíztam benne, hogy novemberre lesz a kezünkben oltás. Hát novemberre még nem volt a kezünkben oltás, de már volt kezünkben fázis 3-as klinikai vizsgálat, ami az előszobája annak, hogy egy oltást be lehessen nyugodt szívvel adni. Úgyhogy onnantól kezdve, amikor ez elérhető, az elsőbe került, akkor nem volt kérdés, hogy én hogy fogok dönteni, hogyha megkérdeznék engem arról, hogy szeretném az oltást beadatni. Nagyon vártam azt a pillanatot, amikor eljutunk eddig. Néhány jó barátom Budapesten olyan kórházban dolgozik, ami kifejezetten súlyponti kórház koronavírus ellátása szempontjából. És hát ők 4 nappal korábban, tehát ők az első, tehát hiszem az egyik barátom pont az első 10-ben volt, aki megkapta az oltást, és olyan hihetetlen irítsége volt, mert hogy hát ezt nem hiszem el, hogy a Jocó már megkapta, de aztán ugye nagyon hamar megérkezett hozzánk is az oltás, és az egészségügyi dolgozók nagy része, akik érte, nagyon hamar megkaphattuk. És hát meglepve tapasztaltam azt, hogy az egyáltalán nem általános az, amit én érzek az oltások irányába. Általában a környezetemben lévő nem feltétlenül egészségügyi dolgozók körében is azt éreztem, hogy ho-ho-ho-ho, itt nagy bizonytalanság van, nagy bizalmatlanság van, és egyáltalán nem biztos, hogy az emberek fogják kérni az oltást, és egészségügyi dolgozók körében is azt tapasztaltam, hogy hoppá, ez nem annyira konszenzusos, nincs akkora egyetértés, mint amit én hittem, hogy van. És akkor erre jött ki az a bizonyos decemberi KSH felmérés, ami nagyon mellbevágó volt, hogy a megkérdezettek talán 30% vagy 32%-a gondolkozott el egyáltalán az oltás beadatásán, és 10-valahány százalék kérné biztosan az oltást is. És akkor éreztem, hogy jó, itt baj van, itt van, amit csinálni kell. Így aztán jött elsője, megkapta az oltást, és még aznap, ha jól tudom, el is indította egy oldalt a közösségi megosztón, ahol minden tapasztalatát megosztotta az érdeklődőkkel, akik rengetegen vannak most, mert nem tudok számokat mondani, nem tudom, önnek vannak-e számok, hiszen országosan ismerté vált a koronás mesék oldala. Igen, bevallom, ez meglepett. Tehát én az első napi bejegyzést, ez kicsit naívan, saját felületemen osztottam meg, hogy akkor velem ez történt, és hát másnap reggel, amikor felkeltem, és láttam, hogy hát lényegében használhatatlanná vált az a felület, tehát annyi üzenet megkeresés érkezett, hogy szerintem... Külön személyzet kellene, hogy kezelje. Hát, igen, tehát úgyhogy ezt majd ki is kell találnom, hogy mit fogok csinálni ezzel a felülettel, mindegy, már valószínűleg elúszott, de nem baj. És akkor vittem át a tavasszal megkezdett blog felületére az oltásom története naplót, hogy egy kicsit jobban lehessen kontrollálni az eseményeket. És igen, és hát már az első nap írtam egy bejegyzést azzal, hogy készültem föl az oltásra, mit kell ilyenkor az embernek, mire kell az embernek ilyenkor figyelnie, már az oltás megelőző napon. És hogy melyek azok a folyamatok, amik az oltás követően megindulnak a szervezetemben. És hát szerencsém volt, mert az immunológiai háttérrel ezt el tudtam mesélni. Olvasunk egy részt, ami tulajdonképpen szinte a laikus szemmel mondja el, hogy most mit érez. Aztán utána megtudjuk, hogy az orvos mit mond arról a napról az oltás történetében. Most már mind a két oltást megkapta, hogy érzi magát?
Én köszönöm, jól vagyok, mint a melléket. Ábra is mutatja, tehát semmilyen egészségügyi panaszom nincs, rengetegen aggódnak, sokan jó hiszeműségből, nagyon sokan nagyon várják, hogy majd a doki földobja a talpát. Hát nem, ennek, nem. Azért, ennek azért nagyon kicsi az esélye, mert konkrétan, vagy hát van, de nem az oltástól. Tehát ezzel azért tisztában kell lenni, hogy mindenkit utolérhet a végzete, de nem az oltás fogja ezt nekem okozni. Vagy is nagyon remélem. Szóval semmilyen olyan egészségügyi mellékhatást, vagy hatást, vagy reakciót nem tapasztaltam, ami az oltás számlájára lenne írható. Ez, az az oltás, amit én kaptam, ez egy nagyon elegáns technika. Tehát régóta játszanak ezzel az elvvel. Talán a 93-as az első publikáció, ami RNS alapú oltás, vagy hát az még inkább csak injekció hatását nézegette izomszövetben. És akkor szépen lassan látszik, hogy hogyan haladt elő ez a folyamat, amíg eljutottunk ahhoz a készítményhez, amit aztán kifejlesztettek, továbbfejlesztettek a 2020-as év elején közepén. Úgyhogy ez egy nagyon szép folyamat, és nagyon elegáns folyamat, amiben aztán tudjuk, hogy magyar munkacsoport is vastagon benne volt, és hát erre legyünk büszkék. És lelkileg hozta azt a bizonyos megkönnyebbülést, hogy most már védettnek érezheti magát? Mert vannak, akik azt mondják, hogy ezért választják az oltást. Nem érzek megkönnyebbülést attól, hogy most már lejárt az immunizációs idő. Ezért nem fogom kevésbé fölvenni a maszkot, meg nem fogok kevésbé öltözni. Ez az eljárás rend. Be kell öltözni, föl kell venni a maszkot. Meg kell csinálni ezeket a higiéniás szabályokat, amik elő vannak írva. Erre egyébként szükség is van, mert az oltás a fertőzéstől nem véd meg. Az oltás a betegség kialakulásától véd meg. Ettől még a vírus bejuthat a szervezetünkbe, és bár lényegesen és sokkal-sokkal-sokkal kisebb mértékben, de onnan ki is tud jutni, tehát ilyen formában sokkal kisebb mértékben, de mi is fertőzőek lehetünk. Nyilván ezt nem szeretném, tehát nem szeretném senki másra egy nem koronavírusos betegre átragasztani a koronavírust, semmiképpen nem szeretném, úgyhogy ilyen értelemben nincs könnyebbség, a vészhelyzet nem múlt el, nekünk a dolgunkat továbbra is csinálni kell, védőfelszereléseket hordani kell, és biztatunk kell az embereket, hogy gondolkozzanak el az oltáson. Ez mindenkinek a saját döntésének kell lennie. Tehát én nem dönthetem el senki helyett, hogy oltassa be magát, vagy ne oltassa be magát. Ez mindenkinek a saját, jól megfontolt döntésének kell lennie. Nekem a tájékoztatást kell megadni ahhoz, hogy az emberek jó döntést tudjanak hozni. Sajnos időnk elszaladt, és egy csomó társadalmi funkció és egyéb munka lapul még ebben a kötekben, amiről beszélni nem is tudtunk. Úgyhogy egy búcsú kérdés. Fiatalember nyilván tele van energiával, de ez mégis rengetegnek tűnik. Hogy tud ennyit dolgozni? Mindig azt szoktam mondani, hogy azért tudok ilyen sok helyre odaérni, mert a feleségem szenzációs. Tehát, hogy ő adja azt a hátteret nekem, amivel aztán megtehetem, hogy sokkal kevésbé foglalkozok a fű növekedésével. Nyilván azzal is foglalkozni kell, a gyerekekkel is foglalkozni kell, a feleségemmel is foglalkozni kell, a házzal is, a rokonok, szóval az emberek a magánéletével is foglalkozni kell, de iszonyatos terhet levesz a vállamról, és ő az igazi hős szerintem. Nem is beszélve arról, hogy minden egyes kis naplóbejegyzést hősiesen átolvasott. Volt olyan, amikor már szerencsétlen kókadozott a fáradtságtól, de becsülettel odaült, elolvasta, kihúzogatta azokat a dolgokat, amiket más nem ért meg, amit túlzásnak tartott, és akkor utána került minden csak föl a világhálóra. Kerek egész az élete. Igen, én is úgy érzem. Így legyen sokáig, és biztos vagyok benne, hogy még nagyon sokat hallunk a munkásságáról. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az iménti műsorban dr. Lőrincz M. Ákos volt a vendégünk. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!